Kádár András Kristófa Helsinki Bizottság társelnöke van itt velünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! És a beszélgetésnek számtalan apropója lehetne, de most egy mozifilm, vagy hát egy film legalábbis, amelyet pénteken tesznek láthatóvá, erőnek erejével, és ez a rendőrségnek a saját visszaéléseihez való viszonyát mutatja be, ha jól értem, mert hát nyilván előfordulnak túlkapások, vagy mit tudom még, de hogy utána mi következik, ezt mutatja be ez a film. 2006 apropóján beszélünk arról, hogy mik azok a rendszer szintű problémák, amelyek hát 2006-os eseményekhez legalábbis erősen hozzájárultak, illetve mik azok a rendszer szintű problémák, amik mind a mai napig így a rendőri erőszak megelőzésével, nyomozásával, szankcionálásával kapcsolatban felmerülnek. Mi az önök konklúziója leegyszerűsítve, hogy a gyurcsányi terror saját népére támadt, és sortüzekkel és szemkilövésekkel elintézte őket, vagy volt egy olyan tömeg, amelyik nagyon nehezen volt megfékezhető, és ehhez keményebb eszközöket is kellett bevetni? Alapvetően azt néztük meg, hogy is mondjam, mi az az intézményi kultúra, nem csak a rendőrségen belül, hanem azokon az intézményeken belül is, amelyek éppen egyébként a visszaélések megelőzésére vagy szankcionálására jöttek létre, amely hozzájárult ahhoz, hogy 2006-ban létrejöjjön ez az egyébként intenzitását és tömegességét tekintve unikális rendőri erőszak. Tehát igazából nem azt vizsgáltuk, hogy a tüntetők vagy a rendőrök, hanem azt, hogy az intézményrendszer miért nem tudta vagy akarta megfékezni a rendőri erőszakot, illetve miért gondolhatták azok a rendőrök, akik abban részt vettek, hogy meg fogják úszni. Vagy hogy nem volt más eszköz? Hát emlékszem, hogy napokig néztük a tévében, meg kollégáim a helyszínen, meg én is egyszer, hogy mit műveltek, utcakövek felszedése, kocsik fölborogatása, nem tudom, micsoda. Szóval azért a tévészékházos romára még talán emlékszeznek sokan, szóval azért azok, nem tudom, ki kezdte a kötözködést. Hát ugye, amikor rendőri erőszakról beszélünk, akkor ugye a jog ellenes rendőri erőszakról beszélünk. Tehát nyilván vannak olyan helyzetek, amelyben a rendőrnek fizikai erőszakot kell alkalmazni, és jogszerűen alkalmazhatja is. Ugye itt a kérdés az, és ez bebizonyosodott elég sok büntetőeljárásban, hogy miért mentek túl a szükséges és arányos erőszakon, miért történt az, hogy olyanokat fogtak el, kaptak el és vertek meg az utcán, akik egyébként az erőszakos cselekményekben nem vettek részt, és miért nem tudta aztán az intézményrendszer megfelelően elválasztani a jogszerű és a jogszerűtlen erőszakot. Azt senki nem mondja, hogy ez egy könnyű munka, tehát rendőrnek lenni nagyon sokszor nagyon nehéz, 2006 őszén különösen nehéz volt, de ugye a munkakörnek része az, hogy a rendőr tudja, hogy meddig mehet el, és azért azt szerintem elég világos, hogy a tévészékház ostrom sokja utáni napokban, illetve október 23-án volt egy ilyen megtorlás jellege annak a fajta erőszaknak. Megtorlás volt ez, vagy esetleg provokálták őket, és lehet, hogy persze lehetett volna provokációkra bölcsebben válaszolni, de hát ugye a tévészékház előtt, amikor kirángatják ezt a két szerencsétlen rendőrt a vízágyúból, végül nem lincselték meg őket, de ez isteni szerencse, amit azért október 23-án a Fidesz szándékosan egy olyan helyen rendez egy tüntetést, hogy botrány legyen belőle. Hát azért itt nem azt mondom, hogy ártatlanokat meg kell venni, sőt, nem muszáj, senkit nem kell nyilván megverni, de hát az, szóval, hogy mondjam, hát igen. Azért nem tudom, hogy mielőtt Révész Máriusz lapockája eltört, ő vajon részt vette valamiféle erőszakos cselekményben, nekem úgy rémlik, hogy nem. Tehát a kérdés az nyilván nem az. Tehát vannak határesetek, amikor egy erőszakos fellépésre erőszakkal válaszol a rendőr, és akkor elképzelhető az, hogy utóbb az íróasztal nyugalmából nehéz megítélni, hogy
hogy mikor és hogyan lépte túl a szükséges mértékét az általa egyébként jogszerűen alkalmazni kezdett erőszaknak. De vannak ilyen esetek, és a Helsinki Bizottságnak jogvédő szervezetként, amely ugye a hatalmat kontrollálja olyankor, amikor egyéni jogokat korlátoz, azt kell megvizsgálnia, hogy a túlkapások annak van-e. Ugye nyilván egyrészt segítséget nyújtani a túlkapások áldozatainak az egyéni jogérvényesítésben, de ennél azt hiszem, hogy fontosabb arra ránézni, és ezt csináljuk elég régóta, és a film is sokat foglalkozik ezzel, hogy az intézményrendszer alkalmas-e, képes-e és hajlandó-e megtenni mindent a túlkapásoknak a megelőzése, és ha már bekövetkeztek, akkor a kinyomozása és a szankcionálása érdekében. Tehát tulajdonképpen ilyen értelemben ez egy ilyen szakmai megközelítés, amelynek az a célja, hogy feltárja, hogy a rendszer magában alkalmas-e arra, hogy megvédje az állampolgárokat. El tudom képzelni, hiszen egy időben viszonylag több tüntetést láttam, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ugyanaki oda kerül, és Révész Máriusz biztos teljesen ártatlan volt, de nincs az a szituáció, hogy ezt lehetne mérlegelni, mert már hárman fejbe vágták a rendőrt, hozzádobták, nem tudom, hogy micsoda. Most lehet, hogy szakmailag ezt is ügyesebben meg lehetne oldani, de hát látjuk, hogy egy csomó szakmában vannak tévedések. Most mondok egy másik példát, én 2-3 országban láttam ilyen, hát szerintem nem ennyire vad tüntetéseket, vagy nem ennyire kiélezett helyzeteket, de ott mind a kétszer mondták, hogy na, aki ott áll, azokat el fogják verni. Tehát az mindegy, hogy én külföldi vagyok, nézelődő vagyok, újságíró vagyok, tudósító vagyok, mondták ott a gyakorlottabb tüntetők, álljak oda, mert ott már látszik, hogy külön vagyok, de aki itt van, az ne gondoljam azt, hogy azért, mert én csak ott úgy állok, nem fogok elmenni, mert hát nem tudom, lehet, hogy ilyen a technológia, ami ugyan nagyon helytelen, de mégis ilyen. És ez két megátalkodott demokrácia volt, és mind a két én azt mondták, hogy aki ott marad, azt irgalmatlanul el fogják verni. És valószínűleg ez így is történt. És akkor most ezt el kell fogadni, tehát azt kell mondani, hogy adott esetben ha az ember rossz helyen van, rosszkor, akkor belefér. Tehát azért fizikai integritásról beszélünk, csonttörésről beszélünk, hogy ne csak ilyen nagy szavakat használjak. Szóval az a helyzet, volt olyan ügyfelünk, akit azután vertek össze, hogy megbilincselték. És nem biztos, hogy jogszerűtlenül bilincselték meg, tehát nyilván amennyiben részt vesz egy ilyen fajta rendbontásban, garázdaságban, amennyiben szükséges, elő kell állítani, akkor természetesen vele szemben lehet alkalmazni testi kényszert, le lehet vinni a földre, meg lehet bilincselni, be lehet ültetni a rendőrautóba, el lehet vinni, előállítani és lefolytatni vele szemben az eljárást. Ez a rendőrség feladata, és ahogy mondtam, ez egy nagyon nehéz feladat. Miután megvan bilincselve, utána nem tudom, megelőzési vagy büntetési jelleggel, vagy egyszerűen csak azért, mert az adrenalin az egekben van, nem lehet megverni. És itt igazából ez a kérdés. Az a kérdés, hogy bizonyos esetek, amelyek egyértelműen a szürke zónán kívül esnek, tehát ahol nyilvánvalóan nem jogszerű a rendőri erőszak, ott miért történik mégis, és hogyha megtörténik, akkor utána miért nincs következménye, vagy miért gyakori, hogy nincs következménye, és ennek azért van jelentősége, mert nyilván ezek a tüntetések nagyon élesen, nagyon intenzíven hozzák ki ezeket a problémákat, de azt látjuk, hogy 2006 előtt és 2006 után is voltak olyan rendszer szintű gubancok, mondjuk az ügyészségi gyakorlatban, mondjuk ezeknek a cselekményeknek a nyomozásában, mondjuk abban, hogy rendőr maradhat-e valaki, miután jogerősen megállapították, hogy ő megvert valakit, amelyek ezeket a visszaéléseket újra és újra előidézik, vagy hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen visszaélések történjenek, akkor is, amikor egyébként nincs ilyen kiélezett helyzet. Amikor szerintem nem... érdemes külön beszélni, mert azt gondolom, hogy politikailag is, meg talán, ha van ilyen szó, hogy rendőrszakmailag is, ez egy más típusú eset lehet, amikor nem ekkora izgalmi állapotban történnek ezek. Szóval most egy cinikusan fog hangzani, amit mondok. Kosztolányinak van egy novellája, talán a 30-as évek végén írta, Marcus Aurelius
az a címe, és arról szól, hogy reggel jelentik Marcus Aureliusnak, hogy az őrség megölte egy fiatal fiút, akik valahol lármáztak, és hát ez valami Marcus Aureliusnak valami közeli emberének a gyereke, és hát meg kéne büntetni az őrt, és aki megölte, ezeket ilyen ártatlan csetepatéból történik, tehát teljesen értelmetlen rendőri erőszak volt ilyen a régi Rómában, és akkor végül Marcus Aurelius, a bölcs uralkodó arra jön, hogy hát ez nagyon szomorú, hogy ez megtörtént, és szinte megbocsátatatlan, de az államvezetés szempontjából sokkal nagyobb baj lenne, ha ezt a őrt, vagy rendőrt megbüntetnék, mert akkor senki nem merne fellépni a valódi támadók ellen, és akkor aztán mi lenne a világból, jut Kosztolányi a novella végére, erre a következtetése. Erre egyfelől azt tudom mondani, hogy én azért örülök, hogy nem a régi Rómában élünk, tehát azóta ment egy kicsit előre a világ, de tehát hogy a kérdést nem megkerülve, tehát a helyzet az, hogy a rendőrnek éppen ezért vannak nagyon súlyos jogosítványai. Tehát a végső soron az élet kioltására is jogosult. Tehát nem az a kérdés, hogy alkalmazhat-e erőszakot a rendőr, mert erre az egyértelmű válasz az, hogy igen. Bizonyos jogszerű keretek között, és pontosan azért, mert annyira jelentősek a jogosítványai, tehát az életünket, a testi épségünket, a szabadságunkat is elveheti adott esetben, ezért iszonyú fontos az, hogy ezeknek a cselekményeknek a jogszerűségét megfelelően tudjuk-e kontrollálni. Megfelelően tudja kontrollálni ő maga, tehát meg képzette, olyan pszichés állapotban van-e, egyébként hogy is mondjam, megfizetik-e, és megkapja-e azokat a segítségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy ilyen tényleg nagyon nehéz helyzetben felelősen döntsön, és aztán a következő kérdés az az, hogyha mégsem sikerül, akkor mi történik? Akkor szemet huny a rendszer, mert ha szemet huny a rendszer, mondván, hogy ez nehéz, meg hogy fogjuk majd a következő tüntetést kordában tartani, hogyha nem hagyjuk, hogy megverje a rendőr azokat, akik hepciáskodnak, akkor a saját szabadságunkat erodáljuk. Tehát akkor a következő esetben, amikor mondjuk egy igazoltatás durvul el, akkor pont ugyanúgy nem fog működni a kontroll. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon fontos, hogy világossá tegye a szisztéma egészen minden intézmény, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, hogy a nyilvánvalóan túlzott erőszak, az nem elfogadható semmilyen helyzetben, mert ha az egyik helyzetben elfogadható lesz a rendőr számára, ha az az intézményi kultúra alakul ki, akkor a másikban is. És nem tudod azt mondani, hogy jó, hát azért itt nagyon nehéz volt, és lángoltak az autók, itt belefér egy kis túlzás, és hangsúlyozom, nem a jogszerű erőszak használatról beszélek, mert azt gondolom, hogy annak a szükségességét senki nem kérdőjelezi meg. Hogy azt mondod, hogy itt belefér, akkor nem lehet benne biztos, hogy amikor nem leszel az igazoltatás során kellően együttműködő, akkor nem fog ugyanez az intézményi kultúra utolérni. Mennyire nehezíti azt, hogy beszéljünk erről a dologról, bár 15 év végül is nagyon nagy idő, ami azóta ugye 15 év eltelt, hogy hát erre ráépült egy abszolút fideszes propaganda, volt ez az Állampolgári Bizottság, Morvai Krisztián, valami egy ilyen Mohácsi vészszerű képet próbált felfesteni, hogy csak itt a saját népére támadó hatalom, amelyik eltiporja, nem tudom mit, tehát hogy azért ott elég kemény politikai színezetet kapott ez az egész történet. Ez nyilván megnehezíti, tehát két párhuzamos narratíva fut, az egyik ez, amit te vázoltál, amelyik nem látta a tüntetői oldalon az erőszakot, meg a másik narratíva, amelyik viszont a rendőri erőszakról nem hajlandó tudomást venni. Amelyik azt mondja, hogy itt egy csőcselék volt, és indokolt volt a fellépés. És nagyon kevesen próbáltak meg, nem azt mondom, hogy egyensúlyozni a kettő között, mert itt igazából nem arról van szó, hogy az igazság középen van, hanem arról van szó, hogy ez is történt, és az is történt. És meg kell próbálni, azt gondolom, higgadtan levonni a következtetéseket, és megnézni, hogy hol vannak azok a pontok, amelyek mondjuk egy következő hasonló alkalommal, vagy akár mondom a hétköznapi rendőri intézkedések során
lehetővé teszik a túlkapások elkerülését. Tehát abszolút nehézé teszi, de nem lehetetlenné, tehát le kell ezt hántani, és azt kell megnézni szerintem, hogy mik azok a konklúziói 2006-nak, amiket ha levonunk, akkor a jövőben egy jogszerűbben működő polgárbarátabb rendőrséggel és ügyészséggel és bírósággal tudunk számolni. Igen, vagy esetleg csak olyan, ami megtartja a jogszabályokat, már ez is szép lenne a mai világban, hogy nyilván nehéz, szóval, amit mondott, vagy mondtál is, hogy nagyon nehéz a politikáról ezt leválasztani, ugye van ennek egy olyan szerintem nem is túl merész olvasata, főleg az elején, hogy itt bizonyos politikai erők, Fidesz, szándékosan provokálták, és a saját közönségüket szinte rátolták, vagy beletolták ebbe a helyzetbe, és hát, hogy mit sejtettek, hogy mi fog következni, azt nem tudom, de hát látszott, hogy a rendőrség meglehetősen felkészületlen, nem tudja, hogy nincs tapasztalat, hiszen 2006-ig ilyesmi nem történt, tehát meg lehetett satszolni, hogy ebből nagy balhé lesz, tehát azt lehet mondani, hogy mi áldozatok vagyunk, mert hát mondta az a Fidesz vezető, aki beszállt a páncélozott BMW-jébe, és ugye a legenda, vagy nem is legenda szerint elhajtott a helyszínről, hogy most lehet mutogatni, hogy ezeket itt nagyon megverték, és lehet, hogy ezeket tényleg jogszerűtlenül verték meg, de egy politikai számításból odavetették őket, és provokálták velük a rendőrséget, mert mire persze mondhatod azt, hogy nem kötelező felülni a provokációnak. Egyrészt nem kötelező felülni a provokációnak, másrészt ugye itt a másik oldalon is van egy politikai erő, amelyik kormányon van, kormányoz, és megpróbálhatja kezelni a helyzetet. És az egyik szerintem elég súlyos probléma, amiről keveset beszélünk, az ugye, ami történt a TV-székház ostroma és október 23 között. Itt azért egy hónapról beszélünk. Tehát lehet azt mondani, bár én magam nem mondom ezt, hogy ugye a TV-székház sokja, vagy a TV ostrom sokja, ugye az azt követő napok, vagy az vezetett az azt követő napok rendőri brutalitásához, és mondjuk ez váratlanul érte a rendőri vezetést, meg a politikai vezetést, tehát az igazságügyminisztériumot, a belügyminisztériumot. Mondhatnánk azt, hogy ez mentség, bár nyilván azoknak, akiket ezekben a napokban nagyon durván, teljesen jogszerűtlenül megvertek, ez valószínűleg nem lesz elég. De hogyha mi messzebbről nézünk rá, akkor azt látjuk, hogy október 23-án ez folytatódik. Nem választják le az Asztóriánál demonstráló békés tömeget azokról, akik ugye a körút felül érkeznek, akik ugye csinálják a balhét, nem választja le a rendőrség. Nagyon kevés időt hagy a tömeg eloszlására, mielőtt elrendeli a lovasrohamot, és hát még azt, amit nem szoktak emlegetni azok, akik nem látják a dolognak a rendőri oldalát, tehát akik a másik narratívát követik, hogy szeptember és október 23 között születik egy főkapitányi, országos főkapitányi utasítás, amely lehetővé teszi a rendőröknek azt, és erre azóta se kaptam magyarázatot, és egyébként senki más se, hogy levegyék az azonosítójukat bizonyos szolgálati feladatok ellátásakor. Tehát akkor, amikor van szeptemberben egy nyilvánvalóan problematikus rendőri reakció, a TV-ostromra a következő napokban. Ebben a helyzetben nem deeszkaláljuk a szituációt, és azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne meggátolni azt, hogy október 23-án, amikor tudjuk, hogy lesznek demonstrációk, és azt is tudjuk, hogy lesznek balék. Nem ezen gondolkodunk, hanem azt mondjuk, hogy figyeljetek, le lehet venni az azonosítókat. Ez, hogy is mondjam, ez egy felhívás keringőre. Tehát Ha tovább megyünk ezen a politikai narratíván, és én szeretném azért, hogyha inkább visszamennénk majd egy kicsit a szakmára, akkor azt látjuk, hogy hát minimum óriási hibát követel a politikai vezetés és a rendőri vezetés a két időpont között, amit nem lehet a sok számlájára írni, mert itt eltelik egy hónap. Egy olyan hónap, amikor tudni lehet, ugye, amikor Kossuth tér van, amikor tudni lehet, hogy iszonyú feszültség van,
És akkor előáll egy olyan helyzet. Tehát ezt már biztos, hogy nem lehet a váratlanság, a hirtelenség, a szokatlanság számlájára írni, és vannak, mondom, konkrétan olyan döntések, amelyek teljesen megmagyarázhatatlanok ebből a szempontból. Jó, de hogy én nem vagyok nagy jós, abból is kiderült, hogy én a TV-székház ostroma után azt mondtam, hogy na, nem, a politikai erők október 23-án nem fognak provokálni, már úgy értem, hogy nem rendeznek olyan helyen tüntetést, nem olyan harci összeunoklatot, tehát kicsit óvatosabbak lesznek ezért, hogy ne folytatódjon a Fidesz, mint a mérnöki alapossággal kereste volna meg azt a helyet, ami a dolog eszkalációja miatt a legveszélyesebb volt. Tudom, ebből se következik, hogy Mérvész Máriusnak el kell törni a vállát, vagy nem tudom miért, persze, de hogy hát itt volt olyan politikai erő, ami szánt szándékkal provokált. Mondjuk a tankot nem is mondom, mert az egy magányos elkövetőnek a nem tudom én micsodája, bár látványos jelenete azért ennek a történetnek. Igen, mondjuk az Asztória nincs annyira közel a Kossuth térhez, lehet. Hogy is mondjam, ugye akkor az esemény... Nem lehet tőle menni tovább. Itt jön az, hogy a rendőrség hogyan készül, és hogy mit várnak el. Tehát azt gondolom, hogyha az ukáz, hogy semmiképpen nem lehet balhé, és mindent meg kell tenni azért, hogy ne legyen, akkor nem tudom, tehát tényleg nem akarok így feltételezésekbe bocsátkozni. Most már híreket mondunk mindjárt, tehát csak a hírek után tudsz erre a kérdésre azt mondani, hogy miért azt gondoljuk, hogy a rendőrség szánt szándéka, vagy azt az utasítást kapta, vagy magától adott, hogy jól verjük el őket, és akkor aztán nyugi lesz tőlük. Hát ez is egy elég merész állítás lenne. Nem tudom, tehát az az igazság, hogy ezt nem tudom, és majd a hírek után akkor majd folytatom. Köszönöm szépen Kádár András Kristófnak, a Helsinki Bizottság társelnökének, és most Suba Kriszta elmondja önöknek a híreket. Kádár András Kristóf, a Helsinki Bizottság társelnöke a vendégünk. Mondok egy tök más példát. Negyed századdal ezelőtt egy napi lapnál volt egy kollégánk, akiről azt tudtuk, hogy rendőr volt, aztán valamiért leszerelt, igen, bűnügyi tudósító volt. De nem tudtunk semmit a történetéről, és egyszer csak kiderült, hogy egy bankrablásban nyomozott, és nem csak a gyanúsítottat verték meg a nyomozás során, hanem a tanúkat is, és ez már túlzás volt, és kitették. Leszerelték, aztán el is ítélték talán utána, vagy már arra nem emlékszem, hogy addig újságíró volt, amíg ez az ítélet meg nem született. Na mindegy. Tehát, hogy mondjam, hát, hogy nem is kell feltétlenül ekkora ribillió ahhoz, hogy hát ez tudja ez a szervezet időnként, hogy elverjük, aki szembe jön. Hogy is mondjam, nem tolnám a felelősséget egyedül és kizárólag a rendőrségre magára. Tehát az előző téma az még némiképp kapcsolódva. Tehát amikor azt mondom, hogy amik 2006-ban történt, az részben annak tudható be, hogy az intézményrendszer kezeli ezeket a helyzeteket. Ott mondok egy példát, tehát az egyik ügyünk, ahol a tüntetésekben részt sem vevő, éppen arra járó és kelő, egyébként azt hiszem, hogy a munkájából, az étteremből hazafelé tartó szakácsot megvertek, olyan módon, hogy csonttörés, kórház, tehát nagyon súlyosan az utcán. Ott kiderült az eljárás során, hogy az egyik rendőr, aki a bántalmazásában részt vett, őt már korábban elítélték bántalmazás miatt, de rendőr maradhatott. Tehát ha ránézünk a rendszer egész, és akkor abból nyilván az a következtetés vonható le, hogy ez belefér, hogy ez lehetséges, és nincs az a fajta elrettentés. És ha ránézünk a rendszer egészére, akkor azt látjuk, hogy elnéző ezekkel a fajta bűncselekményekkel kapcsolatban. De mondok egy pár adatot, ami szerintem nagyon érdekes. A hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás miatt tett feljelentéseknek átlagosan 3-4%-a jut el oda, hogy azokban vádat emelnek. Az összes többi ügy megszűnik.
Nyilván van ezek között. De azért szűnik meg, mert nem vizsgálják ki ezeket, és vagy azért szűnik meg, mert hát mit csinálsz, mikor gyanúsított, hogy azt mondod, hogy egyébként hivatalos eljárásban bántalmaztak, mert ezt tanácsolják az ügyvédek, hogy azzal is addig is történik valami. Nyilván van ezek között, amelyik nem megalapozott, tehát nem gondolnám, hogy egy 100%-os vádemelési mutató az tükrözné a kívánatos helyzetet. De azért a 4% az nagyon kevés. Nekünk elég sok olyan strasbourgi ügyünk van, ahol teljesen világos, hogy volt bántalmazás, tehát bemegy az ember sérülések nélkül, kijön sérülésekkel. Adott esetben súlyos sérülésekkel. Volt olyan ügy, ahol lábtöréssel jön ki. És a nyomozás az teljesen elégtelen. Most van folyamatban egy olyan ügyünk, ahol egy autós üldözést követően egy 60 év körüli, 50 kilós nőt bántalmaztak olyan durván, hogy két helyen tört el a keze, egyik helyen darabosra. Az orvos szakértő azt mondta, hogy nem történhettek úgy az események, ahogy a rendőrök elmondták, mert egyszerűen az alapján, amit ők mondanak, nem keletkezhetett ilyen sérülés. Megszüntették a nyomozást, de úgy szüntették meg a nyomozást, hogy azt a két rendőrt, aki gyanúsítható a bántalmazással, meg se hallgatták. Se tanúként, se gyanúsítottként, sehogy. Nem szembesítették a sértettel. És ez nem egy egyszeri eset, hanem az ügyészség ezekben az ügyekben hihetetlenül érzékenyé válik a terhelti jogokra, és azt mondja, hogy hát a meggyanúsításhoz nem volt elég indok, tanúként meg nem hallgatjuk ki, hiszen potenciális gyanúsított, amit egyébként tud a büntetőeljárási törvény kezelni, mert azt mondja, hogyha... tanú vagy igazmondási kötelezettsége, pontosan. Utána voltam már én is ilyen helyzetben, pedig nem is vertem meg senkit. Így van, és hirtelen abszolút előjön a jogvédő ezekben az esetekben az ügyészségből. A más esetekben tényleg ez nem szokott probléma lenni, ráadásul ugye, amikor tanúként az embert kihallgatják, akkor arra kifejezetten figyelmeztetni is kell, hogy olyan kérdésekre megtagadhatja a választ, ahol a válaszsal magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy nem tudja kezelni az eljárási törvény ezt a helyzetet, de ezeket a rendőröket egyszerűen ennél az egyébként ilyen meglehetősen körkörös érvelésnél fogva, vagy ennek segítségével egyszerűen kihagyják az eljárásból, és nem egy ilyen ügyünk van. Szóval... Ezek régi ügyek, vagy nem, 2010 ezek új ügyek. Tehát amit most meséltem, az folyamatban van. Nagyon érdekes, mert volt egy ügyünk, ott egy roma zenészt vittek be, és vertek meg azzal gyanúsítván, hogy ellopott egy laptopot. Az elmondás szerint ez egy idős ember, tehát nem is látott még életében laptopon. És ebben az ügyben ugyanígy nem hallgatták meg a rendőröket, és erre Strasbourgig kellett menni az ügye, azt mondta, hogy ez nem oké. Tehát egyszerűen ez egy elégtelen nyomozás, és ehhez képest most van egy olyan ügyünk, ahol már a strasbourgi döntésnek a megszületése és nyilvánosságra hozatala után pontosan ugyanezzel az érveléssel mondta azt az ügyészség, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, sajnos itt nem lehetett kideríteni, hogy mi történt. Tehát a kérdésedre válaszolva, kicsit hosszan válaszoltam, nyilván nem minden feljelentés megalapozott, ez teljesen világos, de az biztos, hogy ez a 4%, ez nagyon kevés, és nagyon sok esetben nyilván az is igaz, hogy ezek általában nehezen bizonyítható cselekmények, mert a bántalmazások olyan helyen történnek, általában csak más rendőrök vannak jelen. Akik készséggel elmondják, hogy beleütött a fejét a asztal sarkába. Persze. Akik elmondják adott esetben, és tehát, hogy vannak ilyen nehézségek is, de azt látjuk, hogy nincs olyan nagyon nagy hajlandóság. És ami még nagyon érdekes, hogy ez a fajta ilyen intézményi engedékenység, ez tovább megy, mert ugye a magyar ügyészség váderedményessége az ilyen 95-98% körüli, tehát ez azt jelenti, hogy ha az ügyész vádat emel, akkor ilyen arányban születik a végén egy terhelő, marasztaló ítélet.
A hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazások esetén volt olyan év, ahol 40% körül volt a vád eredményesség, 2019-ben valahol 65%. Tehát azt jelenti, hogy ezekben az ügyekben a bíróság sokkal ritkábban ítéli el azt a kevés rendőrt is, akivel szemben vádat emel az ügyészség. Tehát azt gondolnánk, hogyha 100-ból 4 esetben emelnek vádat, az nagyon tuti. És ha megnézzük, hogy a bíróság ezek közül, az ügyek közül hányban ítéli el végül a rendőrt, akkor azt látjuk, hogy sokkal kisebb arányban, mint egyébként. És akkor jön az, de hogy... ennek lehet részben oka az, hogy meglehetősen nehéz ezeket bizonyítani. Ott 3 rendőr megver egy embert, akkor az az egy, hogy ha előfordul ilyen, akkor az hogy bizonyítsa be, hogy őt verték? Hát 3 mondják, hogy nem vertük, egy azt de erre mondom, hogy az ügyészség nagyon kevés esetben emel vádat, tehát amikor nem elégségesek a bizonyítékok, akkor inkább nem emel ejti vádat. Az ügyet. Mm-hmm. Tehát azok az ügyek, amik végül bemennek a bíróságra, azok azért főszabály szerint elég jól vannak bástyázva, és ennek ellenére az a bíróság, amelyik egyébként az általában az ügyekben nagyon nagy arányban fogadja el az ügyészi álláspontot, ezekben sokkal kritikusabb. És akkor jön a következő lépés. Miért? Mert az ügyészséget, nem a rendőrséget érteni vélem, még ha igen vitatható álláspont, és még egy kicsit az ügyészséget is, de a bíróság miért ilyen ezt, az, arra tudunk bármit is? Őszintén szólva nehéz erre magyarázatot adni, de az biztos, hogy egy olyan, tehát számszerűsíthető jelenséggel állunk szemben, amire érdemes lenne választ keresni. Elképzelhető az intézményi kultúra, elképzelhető az, hogy ugye itt a sértett, az egy más ügyben gyakran gyanúsított. Tehát, hogy is mondjam, van, elképzelhetőnek tartom, hogy van egyfajta ilyen nem is tudatos szerepfelfogás, ami ilyen esetekben egyszerűen fogékonyabbá teszi a bíróságokat az ott abban a konkrét ügyben gyanúsító, illetve vádlottként előtte álló rendőr érveire. Tehát van egyfajta olyan szerepfelfogás, hogy mi tulajdonképpen egy oldalon állunk, ugye védjük a társadalmat, érvényesítjük az igazságot. Nem tudom, de az biztos, hogy van egy olyan, mondom, statisztikailag kimutatható diszkrepancia az ilyen ügyek és minden másfajta ügy között, amit érdemes lenne megvizsgálni, hogy vajon mi lehet az oka, mert az ügyészség ezekben az ügyekben, ahogy mondtam, inkább óvatosabban emel vádat, mint bármely más ügyben, tehát a fordított összefüggés lenne a logikus. Hát, hogy nagyon vacak vádiratokat nyújtanak be direkt azért, hogy így mentsék ki a gyanúsítottakat. Azt nem hiszem, tehát szerintem, hogyha kinyomoznak egy ügyet, és arra a következtetésre jutnak, hogy itt vádemelésnek van helye, akkor az már én azt gondolom, hogy azok elég jól meg vannak írva. És akkor jön a következő kérdés, az ítélet. És azt látjuk, hogy nagyon gyakori a pénzbüntetés ezekben az ügyekben. Míg egyébként fordított esetben, tehát akkor, amikor a rendőr az áldozata az erőszaknak, tehát a hivatalos személy ellen elkövetett erőszakos cselekmények esetén, a szabadságvesztés sokkal gyakoribb, sokkal 10-szer olyan gyakori, mint a pénzbüntetés. És jön a következő kérdés, hogy maradhat-e rendőr, akit így elítélnek, és az az érdekes helyzet, hogy pont 2006 után volt egy ilyen ráeszmélés arra, hogy azért valamit tenni kell, meg nem biztos, hogy jó, például az olyan ügyek miatt, mint amit az előbb említettem, ahol egy korábban már bántalmazás miatt elítélt rendőr bántalmazott megint, és módosult a jogszabály egyébként még az előző kormány, tehát még a szocialista kormány alatt, amely azt a rendelkezést kivette a szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályozásból, amelyik lehetővé tette ilyen esetekben, hogy a rendőrök maradjanak. Azt hiszem, hogy 2008-ban vagy 2009-ben módosult a szabály, és már 2012-ben visszakúszott, már ugye a Fidesz kormány alatt, illetve a Fidesz többségi országgyűlés által módosított törvényben a lehetőség, hogy a belügyminiszter az elítélt rendőröknek engedélyezheti méltányosságból, hogy rendőrök maradjanak.
és a statisztikák, amiket kaptunk, azt mutatják, hogy bár az első évben viszonylag óvatosan bántak ezzel, talán 10 kérelemből 3-at engedélyeztek, 2013 és 2019 között a kérelmek 70%-ának a belügyminiszter helyt adott. Tehát olyan rendőröket engedett tovább szolgálni, akiket felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a bíróság valami miatt. Ez nem biztos, hogy bántalmazás, ez lehet, hogy más cselekmény, mert erre nincs kimutatás. De tehát mi az üzenet? Az az üzenet, hogy belefér. Tehát ha itt dolgozol, ha rendőr vagy, akkor ez belefér. És tulajdonképpen, ha végignézzük az eljárást, akkor azt látjuk, hogy minden egyes fázisában jön ez az üzenet. És amikor azt mondom, hogy nem tolnám ezt az egészet a rendőrségre, a figyelembe véve egyébként azt is, hogy mennyire fiatal az állomány, hogy milyen sok tapasztaltabb rendőr megy el, hogy mekkora a munkateher, hogy milyen stresszes ez a munka, akkor azt mondanám, hogy az intézményrendszer egyéb szereplőit is nézzük meg, hogy megteszik-e, amit meg lehet tenni ez ügyben. Egyébként ideértve a törvényhozást is, majd erről esetleg később tudunk beszélni, hogy vannak, lennének nagy intézményi kultúrát nagyon nehéz megváltoztatni, nagyon hosszadalmas, de bizonyos fékeket bele lehetne tenni a rendszerbe, és ezeket nem teszi bele a rendszerbe a kormányzat, nem teszi bele a rendszerbe a törvényhozás. Volt egy, vagy nem tudom, lehet, hogy most is van egy panasztestület, tehát egy független fórum, ahol a rendőrséggel kapcsolatos panaszokat, tehát nem biztos, hogy csak ilyen durvákat, de azokkal oda lehetett fordulni, és akkor nem tudom, mi történt persze, hogyha megállapították, hogy a panaszosnak igaza van, hogy ez még működik-e, megvan-e? Ezt beolvasztották az ombudsmanba. Tehát nincs már önálló független rendészeti panasztestület, hanem az ombudsman vette át a feladatot. És átvette? Mert most, hogyha meg kéne mondanom, hogy ki az ombudsman, olyan nagyon sokat nem szerepelt, mert a nevét nem tudnám felidézni hirtelen. Átvette, Kozma Ákosnak hívják egyébként most pillanatnyilag az ombudsmant. Átvette, de ezzel is kicsit az a helyzet, mint az egyenlő bánásmód hatósággal, hogy ugye lefokozták az ügyet. Annyiban, hogy volt egy erre szakosított intézmény, ugyanúgy, mint ahogy a diszkrimináció esetében az egyenlő bánásmódhatóság, és ezt betolták egy olyan intézménybe, amik mindennel foglalkozik, a gyerekjogoktól a környezetvédelemig. Tehát itt van egy... Nem az a baj, hogy szerintem, hogy mindennel foglalkozik, hanem, hogy milyen intenzitással és hogyan foglalkozik. Az is egy kérdés, csak azt mondom, hogy anélkül, hogy ezt az ilyen, hogy is mondjam, szubstantívabb analízist el kéne végezni, azt lehet mondani, hogy egy nagy intézményben, ahol egy csomó téma és terület verseng a figyelemért és az erőforrásokért, biztos, hogy is mondjam, kevésbé fókuszált munka tud folyni, mint amikor van egy olyan testület, aminek ez és csak ez a feladata. Tehát minden továbbit félretéve, pusztán ez a gesztus, ez egy lefokozása a területnek. Igen, bár mondjuk az egy másik történet, de hogy mi történt az ombudsmani rendszerrel, vagy működéssel, hát az se egy sikertörténet az elmúlt években a demokrácia szempontjából. Nem. Tehát ugye ez nem lóg ki az ombudsmani ügyek sorából. Annyiban érdekes szerintem, hogy kormányra kerülve ugye minden más. Tehát ugye azért érdekes, hogy ugye a Fidesz alatt került vissza ez a lehetőség, hogy az elítélt rendőrök maradhatnak rendőrök. Szintén a Fidesz alatt szűnt meg az önálló független rendészeti panasztestület, tehát azt mutatja, hogy amikor házon, hatalmon belül vagyok, akkor teljesen más a viszonyom a rendőrség kontrolljához. És amit az előbb említettem, hogy vannak ilyen nagyon egyszerű dolgok, amikkel lehetne az ilyen bántalmazások felderítését segíteni. Elő lehetne írni minden további nélkül, hogyha mondjuk egy fogva tartott személy bántalmazásra hivatkozik, akkor a sérüléséről fényképet kelljen csinálni. Nagyon sokszor az van, hogy a szakértő azt mondja, hogy most már én visszamenőleg nem tudom megmondani, hogy ez mikor keletkezhetett ez a sérülés, mert látnom kellene, hogy közvetlenül az elfogás után hogy nézett ki az ember. Nem olyan nagyon nagy ügy. Hát nem. Elő kellene írni, ma már egy telefonnal is lehet fényképet csinálni, tehát tessék lefényképezni. Elő lehetne írni azt, szintén technikailag már biztosan megoldható, hogy a kihallgatásokat főszabály szerint rögzíteni kelljen kamerával, de legalább hangfelvevővel.
nem történik meg. Tehát az a probléma, hogy egy csomó olyan dolog csak van... Ennél azért ravaszabb a dolog. Én írtam egy nagy perről, ez a mondjuk, hogy BKV per, nem feltétlenül verték a gyanúsítottakat ott, de mindenféleképpen kínoszták őket, aztán erre talán ítélet is volt, és akkor mindig elmesélték, hogy hát akkor adták az ukázt, amikor mondjuk egyik helyről a másikra átszállították őket, tehát nem a kihallgatáson, ahol jegyzőkönyv volt talán az ügyvéd megint, amikor átvitték, akkor azt mondták, hogy szeretné megrohadni a börtönbe, akkor csak okoskodják. Ki szeretné jönni, akkor valljál ezekre és ezekre. Most pedig bemegyünk, és akkor ott majd kérdeznek ott tőled a kollégák, tud, hogy mi van. Igen, okoskodsz, akkor bevágunk egy olyan cellába, amiben a patkányok épp, hogy beférnek, mert olyan picit, te már megfordulni se tudsz, és majd egy hónap múlva megkérdezzük, hogy még mindig okoskodni akarsz. Effektíve nem verték meg, de hát... Légmentesen záródó rendszer nincs, de az az igazság, hogy vannak ilyen olyan értelemben könnyen bevezethető egyszerű megoldások, amelyekkel szűkíteni lehet ezt a mozgásteret. Ami egyrészt azért jó, mert ha például felvették volna a kihallgatásokat, akkor az előbb említett roma zenész ügyfelünket valószínűleg nem verik meg. Tehát kevesebb áldozat van. Másrészt azért, mert megint csak azt az üzenetet közvetíti az intézményrendszer felől, hogy ez nem oké. Tehát minden szabályt ki lehet játszani, de a szabályoknak van egyfajta üzenetközvetítő szerepük is, és hogyha az jön, hogy figyelj, én zárom le a lehetőségeidet, akkor azért az átjön, hogy itt nem akarják, nem nézik el, meg szeretnék szüntetni. És ez hat, még ha lassan is. Ugye beszéltünk az intézményi kultúráról. Tehát nem lehet a jogszabályokkal egyik napról a másikra ezt megváltoztatni, de a jogszabályok azok amellett, hogy ugye normák, amelyeket követni kell, üzenetek is. Szóval azt látjuk, és ilyen szempontból nagyon érdekes ez a 2006-os eseménysor, hogy bizonyos rendszer szintű problémák, amik szerintem hozzájárultak ahhoz, hogy ennyire kontrollvesztett módon alkalmazott erőszakot a rendőrség, ezek a rendszer szintű problémák 2006 után tényleg az ottani sok eredményeként egy kicsit elindult egy korrekció, és aztán szépen visszalengett az inga. Miért nem vagyok meglepve? Aztán... és fontos, hogy erről beszéljünk. Fontos, hogy beszéljünk 2006-ról úgy is, mint egy ilyen önálló, unikális, tényleg egy nagyon-nagyon súlyos és tömeges jogsértésről. És nagyon fontos, hogy beszéljünk erről úgy is, mint egy ilyen igazi tünetéről annak, amit azért sajnos tovább hurcol a rendszer. Előzetes letartóztatások ugyanez, tehát az ugye nem rendőri, az egy bírói probléma. Igen. Tömeges előzetes letartóztatások voltak gyakorlatilag semmilyen indoklás alapján. Volt olyan ügyünk, ahol 19 embert előzetesét indítványozta egy dokumentumban az ügyész, 6 oldal volt a dokumentum, 4 a 19 ember személyes adatainak a felsorolása, 1 a védők neveinek a felsorolása, és maradt körülbelül egy bekezdés arra, hogy leírják, hogy mi történt, és miért akarjuk ezeket az embereket előzetesbe rakni. Hát ez egy összetette probléma volt, mert az a bíró, aki viszont mindenkit üptre hatra kiengedett némi politikai felhanggal, az nagyon gyorsan alkotmánybíró lett utána, miközben semmi feltételnek nem felelt meg, azon kívül, hogy tett ott egy politikai szívességet a Fidesz. Lesznek. Igen, viszont... Tehát, ez egy összetette probléma. Van ennek ez a leágazás, de ami az én kérdésem, hogy amikor ugye valakit a jogerős döntés előtt megfosztunk a szabadságától, tehát gyakorlatilag olyan helyzetbe hozzuk, ami a legsúlyosabb jogkövetkezményt jelenti a magyar büntetőeljárásban, tehát hogy ahhoz hasonló, sőt adott esetben rosszabb körülmények közé, akkor azt gondolom, hogy nem lehet 19 embert egy bekezdésben, vagy egy bekezdés alapján betenni egy ilyen helyzetbe. Szóval, hogy ott az is kihozott olyan rendszer szintű problémákat a letartóztatás gyakorlatával, a bírói felülvizsgálattal kapcsolatban, amelyek régóta húzottak, amelyek
tekintetében egyébként az ország bizonyos részeiben, például Budapesten azóta jelentős fejlődés állt be. Tehát ott is volt, vagy letartóztatások kapcsán is volt egy ilyen 90 akárhány százalékos eredményesség. Tehát ha az ügyész azt mondta, hogy kell, akkor főszabály szerint ez megtörtént. Most Budapesten azt hiszem, hogy ilyen 78-80 százalék körül van. Tehát ez azt jelenti, hogy valóban van bírói kontroll most már. És szerintem abban például szerepet játszhatott a rendszernek ez a fajta expozíciója 2006-ban, hogyha 19 embert le tudok nyomni egy bekezdés alapján, akkor az nincs rendben. Ugyanis ugye ahhoz, hogy valakit előzetesbe rakjanak, csak a hallgatók kedvére, az meg kell vizsgálni az ügy körülményeit, az ő személyes körülményeit, hogy van-e esély arra, hogy megszökjön, van-e esély arra, hogy összebeszéljen másokkal, van-e esély arra, hogy bárkit megpróbálja. Na most nem tudom 19 embernek a személyes körülményeit egy bekezdésben leírni. Elég körültekintően ahhoz, hogy az alapján azt lehessen mondani, hogy már pedig te most 30 napig biztos, hogy nem mész haza. Úgyhogy volt egyfajta ilyen, tehát bizonyos területeken elindított pozitív mozgásokat ez a sok, bizonyos területeken ezek kitartottak, más területeken, mondom, mint a rendőri, mondjuk így, tehát a rendőri túlkapások szankcionálása területén, azért volt egy visszamozdulás, ahol van fejlődés, ez azt gondolom, hogy általában a demonstrációk kezelése, tehát hogy mondjunk jó dolgot is, tehát azt hiszem, hogy a rendőrség részéről a demonstrációk kezelése sokkal professzionálisabbá, meg egyébként türelmesebbé vált. Igen, de talán azóta nem is volt ennyire durva típusú tüntetés sorozat. Az is tény, de az is biztos, talán, hogy ezt, hogy az... Vagy az focimesnek hívták, ahol ilyesmik történtek. Igen, de tehát, hogyha ránézünk, hogy a gyülekezéseket, amelyek mondjuk az adott esetben túlnyúlnak, hát azért, a bejelentett... De azért voltak itt furcsa dolgok, tehát mikor a dudász a körforgalomban, akkor mit művelnek veled? Azért nem mondanám, hogy a kesztyűs kézzel bánás, amikor hány kollégánk ellen indult eljárás, mert lelépett a járdáról, és nem feltétlenül verték meg őket, de hogy eljárás kezdődött ellen, nem, mert oda merészelt menni, tudósítani, és akkor csak arra azt tudták ráfogni, hogy lelépett a járdáról, nekünk is van ilyen kollégánk. Hát tudom, mi képviseltük egyébként. Tehát nem azt mondom, hogy gyülekezési jogi paradicsommá vált Magyarország, és azt gondolom, hogy visszaélések, a joggal visszaélések ezeken a területeken is vannak, de más jellegűek. Tehát, hogy ezek adminisztratív eszközök és packázások, nem pedig az, hogy valakit összevernek az utcán, és ott hagynak adott esetben vérbefagyva, és ahogy is mondjam, hadd mondjam már azt, hogy ez egy fejlődés. Hát ez mindenképpen fejlődés. Ugye szerintem egy messze vezető kérdés, hogy ugye lehet, hogy van egy olyan pont, ahol egy olyan rendőrség, amilyen, mert nyilván a rendőrség nem lehet nagyságrendekkel egy ország átlagos színvonala felett, nem tud mit kezdeni, mert annyira provokálják. És ezt tudom, hogy nem mentség arra, hogy nem kellett volna úgy megverni meg minden, csak hogy a dolgok politikai logikájával következik. Rátokuszítottuk, tudtuk, hogy el fognak sok embert verni, mint hogy a hadvezér is tudja, hogy hát lesz veszteség, igen, igen. Ez a dolog politikai része, ami és ezzel szakmailag nem tud mit kezdeni adott esetben a rendőrség. De mi a szakmai, és az alapjogi részét illeti, tehát hogy azt kell látni, hogy ugye a rendőrségtől várjuk a törvények betartását és betartatását, ez a fajta durva jogsértés, ez nem fér bele, és valóban nem mentség, hiszen egyébként a rendőri munkának, amit megint csak hangsúlyozom, iszonyú nehéz munka, az egyik alapvető eleme a jogsértőkkel szembeni intézkedés. Tehát az gyakorlatilag a rendőri munka jelentős része, hogy renitens, nem jogkövető személyekkel szemben kell intézkedni, hogyha ezt a rendőrség nem tudja jogszerűen megtenni, akkor nagyon nagy baj van. Köszönöm szépen Kádár András Kristófnak, a Helsinki Bizottság társelnökének, hogy itt volt és elmondta.